A műköröm építés alapja az előkészítés. Azért nagyon fontos ez a folyamat, mert hogyha az előkészítésünk megfelelő, akkor tudunk tartós és szép műkörmöket építeni. Először is lefertőtlenítjük a saját, illetve a vendégünk kezét. Ezt egy Clarasept fertőtlenítő sprével fogjuk megtenni. Amikor elpárolgott ez a folyadék, kezünkbe vesszük a bőrfeltoló kaparónkat, és a bőrfeltoló részével a hátsó bőredőt fellazítjuk, feltoljuk. Ezt olyan mozdulatokkal végezzük, hogy picikét így billegtetjük a bőr alá, betoljuk ezt az eszközt, és egy picikét így billegtetjük, megemelgetjük a hátsó bőredőt. Természetesen közben támasztjuk a kezünket. Megfordítjuk az eszközünket, és az oldalsó és a hátsó bőredőknél a körömlemezről lekapargatjuk az esetlegesen rátapadt bőrdarabkákat. Ezt olyan módon végezzük, hogy a bőrfeltolónak a sarkát befektetjük az oldalsó körömsáncba, az éle fekszik a természetes körömlemezen, és így toljuk végig a természetes körömlemez felületén. Ezt nem mindegy, hogy milyen erővel végezzük, mert hogyha túlzottan erősen végezzük, akkor sérülést okozhatunk, viszont azért valamennyi erőt kell kifejtenünk ahhoz, hogy hatékonyan el tudjuk távolítani a bőrdarabkákat. Amikor ez megtörtént, akkor portalanítjuk a felületet, majd egy gyémántporos reszelővel kialakítjuk a szabad szélnek a hosszát. Hogyha túl hosszú a szabad szél, akkor természetesen körömvágó ollóval rövidíthetünk, és utána fogjuk a reszelőnket használni, és ez a két folyamat ez megcserélhető, tehát kezdhetjük a körömlemez lerövidítésével, és utána a bőrfeltolással, jelen esetben akkor most lerövidítjük a szabad szélt, utána egy bufferrel lesorjázzuk a körömlemez élét, megint portalanítunk, majd egy 180-as erősségű reszelővel fogjuk mattítani a körömlemez felületét. Ezt olyan módon végezzük, hogy a köröm növekedésével egy irányban mattítjuk a körömlemez közepét, aztán megfordítjuk a reszelőnket, befektetjük az élét az oldalsó, illetve hátsó bőredőkhöz, hogy ott is mindenhol matt felületet kapjunk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy sehol nem maradhat fényes a felület, mert ez az anyagnak a tapadását fogja veszélyeztetni. Az előkészítésünk azzal fog véget érni, hogy egy nail prep nevű folyadékot, egy vízelvonó, gombásodás megelőző, zsírtalanító folyadékot fogunk a körömlemezre kenni, és aztán annak megfelelően, hogy tippes vagy épített technikával fogunk dolgozni, úgy haladunk tovább a körömlemez előkészítésében.